persze, hogyne, sőt. Jó van, jó napot, köszönjük. Egyre többen fedezik fel, hogy a Jókai utcán egy újabb útszakasz készült el a napokban. A cél az lenne, hogy a gyalogosok, kerékpárosok ne az úttesten, hanem ezen a párhuzamos kis úton közlekedjenek. A legutóbbi nagyobb beruházásunkat, amely itt történt ezen a környéken, itt a Jókai utcán, ennek a létjogosultságát az idő visszaigazolta, hogy ez a kerékpárút volt itt a Jókai út mellett. Nagyon nagy forgalmat bonyolít ez a kerékpárút. Kerékpárosok, gyalogosok, babakocsival közlekedők, tehát nagyon sokfélét, és evel ugye tehermentesíti az utat ráadásul, és kialakult itt egy nagyon szerencsétlen közlekedési helyzet ebben a kereszteződésben, és megszületett az igény, a gondolat arra, hogy evel valamit próbáljunk kezdeni, és hát ez volt a lényegében a kezdeményezés alapja, és úgy tűnik, hogy sikerült egy megfelelő megoldást találni, hogy összekössük a kerékpárutat a Kertész utcával, és ezáltal nem kell ezen a rövid szakaszon az autóutat használni senkinek sem. Én arra biztatok mindenkit, hogy használják ezt a rövid, de nagyon fontos útszakaszt, és a várost megközelíteni sokkal biztonságosabb és egyszerűbb. Gördülékenyen zajlott az útszakasz kivitelezése, hiszen az elképzeléstől a tényleges befejezésig nem sok idő telt el. Itt egy az út melletti árok volt tulajdonképpen a jelenlegi út helyszínén. Itt a tereprendezést, a humuszréteg leszedését követően egy kőágyazatot készítettek, azt leengerelték, erre került rá egy kőzet alapréteg, majd arra egy 5-6 centi vastag aszfalt járófelület. A kerékpárút járdaként történő meghosszabbítása a Kertész utcáig, ez a forgalmak egy jelentős részét sokkal biztonságosabb mederbe tereli. A beszerzési eljárást követően a nyertes kivitelezővel kötöttünk szerződést, és meglepően nagyon rövid határidő alatt sikerült is a beruházást elkészíteni, közel 4 millió forintbusztó összegből. Ezzel azonban még nem érnek véget az útfelújítások, fejlesztések ebben a körzetben. Vannak még a közeli jövőben terveink ezzel a városrészsel kapcsolatosan. Több aszfalt útépítési kezdeményezés is indult, útépítési társulás alakult ezen a kertvárosi rész, Sóstó kertvárosi részen, illetőleg hát a földutak is meg kell valami nagyon rossz állapotban vannak már, de sajnos elsősorban az időjárás miatt nem tudtuk ezeket még megoldani, nem tudta az önkormányzati vállalat megoldani még, de a közeli jövőben ezeket mindenképpen rendezni szeretnénk, föltölteni, ahol kell, illetve elsimítani ezeket az utakat, hogy újra megfelelően járhatóak legyenek.